Itt a táblára összefoglaltam nektek a fogyásnak a technikáját, mi a gyors fogyás, lassú fogyás, illetve fogyókúra utáni visszahízás ellen mit lehet tenni. Viszont mielőtt átmennénk rajta, meg átbeszélnénk az alapokat, az elméletet, bemutattam nektek az egyik sikeres online kliensem átalakulását, Pap Milánnak az átalakulását, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, viszont most egy ilyen komolyabb szerelmi csalódáson ment szegény gyerek keresztül, és edzésbe menekült, és hát fogyott 15 kg-ot. Nézzük meg az ő történetét, illetve utána átbeszéljük itt a szerelmi csalódást, illetve egyéb gondokat, úgyhogy hát vágjunk is bele. 15 kilót fogytam, miközben erősebb és izmosabb lettem. 6 hónapja életem legnehezebb időszakát éltem át, szerelmi csalódás, magány, pénzügyi gondok. Úgy éreztem, hogy mindent elvesztettem, de rájöttem, hogy van választásom. A fájdalmat energiával alakítottam, és az edzésbe menekültem. Tudtam, hogy a fizikai fejlődés mentálisan is segíthet. Ezen az úton azonban nem akartam egyedül járni, ezért kerestem fel régi jó barátomat, Tari Ádámot, aki nem csak az egyik legjobb szakember a fitness világában, hanem olyan ember, aki valóban törődik azokkal, akikkel együtt dolgozik. Már régebben is segített nekem, mikor fogyásról és izomépítésről volt szó, de ez most több volt, mint edzéstervek és táplálkozási tanácsok. Ádám megértette, hogy most nem csak fizikai fejlődésről szól ez az út, hanem lelkileg is helyre kell tennem magam. Személyre szabott tervet készített, ami nem csak abban volt jó, hogy fogja, hanem hogy izmosabb és erősebb legyek. Én úgy gondolom, hogy a fogyás az nem csak arról szól, hogy súlyt veszítsünk, hanem hogy megtartsuk az izmot, vagy akár fejlesszük a cím. Na ebben Ádám zseniális. Ha te is hasonló átalakulást szeretnél, akkor nézz szét Ádám oldalán, hisz rengeteg hasznos tippje, trükkje van a táplálkozásról, edzésről és a mentális hozzáállásról. Ne félj segítséget kérni, hiszen jó mentor, edző nem csak fizikálisan tud neked segíteni, hanem mentálisan is. Nem kell egyedül végigmened ezen az úton. Ha pedig tetszett a videó, akkor kövess be bennünket és lájkold! Aki engem régebb óta követ, az tudja, hogy ugye én is egy ilyen szerelmi csalódás miatt kezdtem el edzeni. Én azt mondom nektek tök őszintén, hogy szerintem az edzés az nagyon sok mindent meg tud oldani. Problémátok van, stresszesek vagytok, frusztráltak vagytok, munkahelyel kapcsolatban, vállalkozással kapcsolatban, családdal kapcsolatban, barátnővel, párkapcsolattal kapcsolatban. Valami frusztrált titeket, valami nyomaszt titeket. Legjobb dolog, hogyha a saját magatokkal kezditek ugye itt a helyreállítást, a saját testetekkel, hogyha formába kerültök, ahogy Milán is tette, ugye fogyott 15 kg-ot, sokkal jobban érezte magát a bőrében, mentálisan is jobb lett, erősebb lett és szellemileg is, szóval, hogyha jól érzed magad a testedben, akkor sokkal jobban fogod magad érezni az élet minden területén, mentálisan, szellemileg is egyaránt. Mindig ajánlom amúgy a testmozgást, és pont ezért, mert hogyha nagyon stresszes vagyok, vagy csak szimplán nem tudom, hogy mondjuk XY dologra mi a megoldás, akkor nagyon sokszor azt csinálom, és ez lehet, hogy korán reggel vagy késő este elmegyek futni. Tehát nem feltétlen most súlyzós edzés, nyilván az is nagyon jó, elmegyek futni, vagy elmegyek egy boxedzésre, de nyilván hirtelen mondjuk egy boxedzésre nem tudok elmenni, mondjuk este 10-kor, ugyebár, de sokszor segít nekem levezetni a feszültséget, és szerintem ez nagyon fontos, és azt az energiát, ami ugye ilyenkor felgyüremlik, azt le kell valahogy vezetni. Sport erre tökéletes. Hogyha a fogyásnál tartunk, ugye, mint tudjátok, sokan mondják és sokan kérdezik, tőlem is, meg rengeteg edzőtől is gondolom ez a napi szintű kérdés, hogy vajon jó-e, hogyha hetente 1, 2, 3 kilót fogyok, vagy csak 0,5 kilót, vagy mi a gyors fogyás, mi a lassú fogyás, mi számít jónak és mi számít kevésbé jónak. Itt nem lehet egy univerzális választ mondani, ugyanis nagyon sok tényezőtől függ. Kezdjük azzal, hogyha valaki 100 kiló vagy 70 kiló. Aztán testzsír százalék. Hány százalék a testzsír? Minél több a testzsír százalék, annál könnyebb abból az adott testzsír százalékból fogyni. Szóval egy 100 kilós emberke 33 százalék testzsírral hetente fogy 1 kg-ot. Oké, király, az tök jó, de van miből fogyni. Ellenben egy 70 kilós emberke 18% testzsírra hetente 0,5 kilót sem fogy lehet, vagy 0,3 kg-ot. Ezért is csinálom én is a 6 hetente a program váltakozást. Van, aki havonta csinálja, azzal sincsen semmi gond, én 6 hetente.
mert 6 hét alatt ki lehet maxolni egy étrendet meg egy edzéstervet, szóval 6 hét mondjuk az hozzá tökéletesen elég. Szeretnél izmos maradni? Mindezt egy cukor és gluténmentes termékkel? Akkor ez a termék neked javasló. Mint tudjátok, már korábban bemutattam nektek a BCL Zero-t, ami 3 esszenciális aminosavat tartalmaz és glutamint. Ellenben ez a termék mind a 9 esszenciális aminosavat tartalmazza, kiemelkedő glutamin tartalommal. Ez a termék haladó sportolóknak ajánlott, míg a BCL az inkább a kezdőknek. Nézzük, hogy ez a termék pontosan mit tartalmaz. Mind a 9 esszenciális aminosavat a WHO által meghatározott optimális arányban vannak jelen a termékben, segít az izomtömeg megtartásában, nagyon finom ízekben kapható, emellett cukormentes, gluténmentes, GMO-mentes, laktózmentes és aszpartánmentes is. Edzés közben kiváló, tegyetek egy próbát. A kuponkódom használatával 10% kedvezménnyel juthattok a termékhez. Ilyenkor van az, hogyha nem változtatsz, ugye belassul a fogyás. Idő után úgyis be fog lassulni a fogyás. Szóval mondjuk a 100 kilós emberke utána már nem fogy hetente 1 kg-ot, csak fél kg-ot minden héten, és a 70 kilós emberkének meg le fog csökkenni a 0,3 kg per hét, az 0,3 kg per hóra. Tehát mondjuk, hogyha vagy 200 kiló, nem fogsz tudni egy diétával lefogyni a végtelenségig, mert le fog lassulni a fogyásod, és ilyenkor kell az, amit sokan nem csinálnak, de mi a kliensekkel csinálunk, reverse diéta, azaz az anyagcsere helyreállítás. Ha ezt valaki megcsinálja, és hogyha ez szépen össze van rakva egy ilyen program, edzéstervet és étrendet egybevéve, ésszel, hogy szépen visszaemeljük a kalóriát hétről hétre, mondjuk egy 6 hét alatt, 6-7-es periódus alatt, el fogjuk tudni azt érni, hogy a kliens másfélszer vagy kétszer annyit eszik, mint a diétánál, és nem hízik egy grammot sem. Tehát még egyszer mondom, majdnem kétszer annyit eszik, és nem hízik vissza egy grammot sem. Igen, jól hallottátok, igen, ez lehetséges, viszont igen, ehhez kell érteni, meg kell hozzá szakember. Na most, hogyha már mondjuk hetente fél kilót fogy valaki is 100 kiló, szoszó, az még úgy rendben van, mert az havonta 2 kiló, az nem rossz. De hogyha ez a szám lemegy mondjuk havonta fél kilóra, vagy 1 kilóra, az már nem mondható jónak, szóval mondjuk lehet, hogy még mindig van rajta 20 kiló felesleg, de ott érdemes egy reverse diétát elkezdeni. 70 kilós emberkénknél szintén ez a helyzet. Szóval a reverse diétát, anyagcsere helyreállítást mindenképpen végig kell csinálnotok. Sokan ugranak bele, és ez nagyon sok diétára igaz, fogyókúrás porra igaz, rengeteg van ilyen a piacon, ti is 500-at tudnátok felsorolni. Lényeg, hogy ahogy annak vége, ugye az emberke fogyott 10 kilót, nagyon happy, nagyon faszam, mert működött, nyilvánvalóan működik, mert deficitben van, abba hagyja, nincsen reverse diéta, mert ezek a fogyókúrás cuccok nem fognak neked reverse diétát adni. Szóval mi történik? Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is az iTrainer. Töltsd le őket most! Gyorsan visszahízom, mert elkezdesz ugye annyit enni, amennyit gondolsz, a régi étrendedre visszaállsz, és az anyagcseréd itt van, te pedig ennyit fogyasztasz, és a különbözet az elraktározódik igazából zsírként. Ezért is fontos az, hogy a fogyókúra után te ésszel az anyagcsere helyreállítást megcsináld. Na most nem tudom, hogy látszik-e itt, hogy mi van lent. Itt össze-vissza érkelt a barátnőm, elnézést kérek miatta. Nem tudtam már letörölni, mert rászáradt. Na mindegy. Szóval lényeg, hogyha van egy edzőtök, jelen esetben is, és hogyha nem csináltatott veletek reverse diétát, anyagcsere helyreállítást, vagy fogyókúrás sport szedtetek, ami után nem volt ilyen, hogy a cég küldött volna nektek reverse diétát, tehát anyagcsere helyreállító programot, hát azokat számon kérhetitek, hogy miért nem. Ugyanis a diétának a vége ez. És ez lenne. Remélem, hogy tetszett a Milánnak a videója és motiváló volt, és remélem, hogy egy kicsikét ebből is tudtatok tanulni. Aki gondolja, az szedje le, és mondjuk nem szeretne személyedzőhöz járni, vagy nagyon drága étrendekért fizetni, mert nincs rá pénze, próbálja ki az iFoodie applikáción, ami egy pár ezer forint havonta, de az első 7 napos próbaidő ingyenes, vagy a személyedző applikációm, az iTrainer, ami szintén, aki online kliensem, annak full ingyenes, aki pedig szeretné kipróbálni, az is egy 2-3 ezer forint per hó, tehát amúgy nem egy nagy történet, de első 7 nap ugye ott is még ingyenes. Úgyhogy akit ez érdekel, az mindenképpen csekkolja őket le, és próbálja ki. És ha kérdésetek van kajával, edzéssel kapcsolatban, fogyással kapcsolatban, küldjetek nekem e-mailt erre a címre, és aki szeretne online edzésben, mentorálásban részt venni, az pedig a weboldalamon keresztül el fog érni.